Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Meglehetősen rendhagyó módon mindenek előtt nagyobb részt egyébként a vezérszónoki felszólásához kapcsolatban Varga Zoltán képviselő úrra szeretnék reagálni, ugyanis van, ami itt azért csípja a szememet az akkumulátorgyára kapcsán, és mivel ön legutóbbi eszpecserén kicsit zűrösen végződött, és én elhagyta az ülésteremet, most legalább akkor szemtől szemben ragadom meg az alkalmat, mégiscsak azért így tisztességesebb, meg férfiasabb, hogy ön és a pártja nagy hével küzd az akkumulátorgyárak ellen, tisztelt képviselő úr. A gyanútlan szemlélődőben és a alulinformált hallgatóság tagjaiban, vagy a hallgatóság alulinformált tagjaiban az a tévképzet alakulhat ki, hogy ön Debrecentől Budapestig egy karakteres, kőkemény, kérlelhetetlen ellenzéki képviselő, és ilyen álláspontot fogalmaz meg. Én azt szeretném kérdezni öntől itt szemtől szemben, hogy miért aludta végig ön és a DK a debreceni akkumulátorgyár sztoriát? Egyetlen egy megmozdulást nem szerveztek. Egyetlen egy civil megmozduláshoz nem csatlakoztak. Egyetlen egy népszavazási kísérletük sem volt. Persze, hogy a Fidesz irányítás alatt álló helyi választási szervek mindent elmeszeltek. Hát mit várunk egy olyan városban, ahol 1998 óta egyéni önkormányzati körzetet sem nyert a Fideszen kívül semmi és senki? Tehát nyilvánvaló volt, hogy mindent megtorpedóznak, nem merik kiírni ezt a népszavazási kísérletet, de önök képviselő úr látványosan elkezdtek árnyékolni. Ez az ökölvívásnak egy fontos része, az árnyékolás, de a politikában inkább a sunnyogásnak, meg a pótcselekvésnek, meg a látszatcselekvésnek az eszköze. Önök a polgármester ellen adtak be egy bágyat, semmire nem való, mindenre alkalmatlan fegyelmi indítványt. Ezzel kábították a saját választóikat, azokat a választókat képviselők, akik bíztak önökben, mert ugyanúgy, mint mondjuk a Mi Hazánk szavazói, nem akarták ezt az akkumulátorgyárat, mert ez nem ideológiai kérdés alapvetően. Önök azzal nyugtatták, meg nyugtatják Debrecenben a választóikat, hogy majd megbuktatják Papp László polgármester urat, a Fidesz fővárosában megbuktatják a polgármestert egy fegyelmi eljárással. Egyrészt gratulálnom kell ehhez a politikai éleslátáshoz. Az Isten mentse meg attól Magyarországot, hogy önök legyenek a legerősebb ellenzéki párt. És akkor most ön felállt, és akkor előadja az akkumulátorgyárak a kapcsolatban a hattyú halálát. Vagy annak egy sajátos megnyilvánulási formáját. Hát nem túl őszinte, mert a Mi Hazánk tiltakozást szervezett, a Mi Hazánk civil tüntetéseket csatlakozott, a mi hazánk többször próbálkozott, minden tőlünk telhetőt megtettünk, szemtől szembe beszélünk, minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az akkumulátorgyár megépítését. Önök egy fegyelmi indítványban látták a megoldást. Ez nyilvánvalóan egy látszat cselekvés volt. Nem lehet tudni, hogy Lajos király hekkelte meg az önök sztoriát, vagy esetleg milyen egyéb érdekek játszottak itt közre, de folytatom, csak a hiteltelenség meg a hitelesség kérdés, hogy melyik a hiteles ellenzék, és lehet, hogy ön kapott Lajos királyéktól pénzt, vagy kapott Fidesz, én biztos sem kaptam. Tehát kikérje magamnak képviselő úr, azzal együtt, hogy egy másik hiteltelenség, hogy önöknek úgy általában, itt bal középen, meg szélső bal oldalon, nem a korrupcióval van bajuk, hanem azzal, hogy 2010 óta nem önök a korrupció haszonélvezői. Azzal együtt, és ezért viszont akkor dicséretben kell részesítenem, hogy amit a miniszterelnök közvetlen, vagy közvetett környezetét érintő korrupciós helyzetről felvázolt, abban nagyon sok mindenben igaza van. Ez elvitathatatlan tényeket is tartalmazott. Befejeztem a felszólalásnak ezt a részét, csak csípte a szememet, amit az akkumulátorgyárak a kapcsolatban itt előadtak, mert nagyon hiteles lenne, csak nem tettek semmi érdemlegeset ennek akár az építészeti szempontból való megakadályozás érdekében. Most ismételten 2 perces hozzászólásokra van lehetőség, ennek keretében pedig Varga Zoltán képviselő úr jelentkezett, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt Apáti képviselő úr. Az a helyzet, nem nagyon szoktam Wirtigli nácik provokációjára válaszolni. Talán csak annyit, hogy bolond szél, vagy bolond lúgból bolond szél fúj, de azért tudja, ott a baj, én értem, hogy önnek mi a problémája. Az a gondja, hogy Debrecentön térkép alapján se nagyon találja meg. Én már akkor Kósa Lajossal szembeültem a debreceni közgyűlésbe, amikor maga még próbálta a Mein Kampfot memorizálni. Így aztán én megértem, hogy ez önnek fáj, de hát ez egy ilyen világ. De ezt hagyjuk is, hát ez legyen a maga baja.
Visszatérve arra, amiről itt beszéltünk, ugye sok szó esett az önkormányzatiságról. Én látom azt, hogy a kormánypárti képviselők és a kormány is próbálja rátolni ugye az önkormányzatokra azt, hogy majd ők fogják ezt az egészet menedzselni. Na de hát tisztelt kormánypárti képviselők, tisztelt miniszter úr, ott a gond valójában az ellenőrzésekkel és minden mástól is, hogy önök gyakorlatilag legyalulták a magyar önkormányzatiságot. Hát nem létezik magyar önkormányzatiság. Hát azért nem tudom, tisztában vannak-e vele, de szerintem, hogyha őszintén egyszer el tudnának beszélgetni négy szem közt Debrecen város polgármesterével, akkor nagy valószínűség szerint azt hallanák tőle, hogy a háta közepére kívánja például a zöldmezős beruházásban meg rájuk erőltetett, vagy ránk erőltetett kínai akkumulátorgyárat. Mert hogy ő több közgyűlésen kijelentette még, nem is olyan régen ezelőtt, talán egy évvel, másfél évvel, hogy az utolsó nagy projektje az ő érájának és a debreceni önkormányzatnak az nem lesz más, mint a BMW beruházása. Ahhoz képest rá két hónapra kiderült, hogy ja, és a nyakába szózták amúgy ezt az úgynevezett zöldmezős beruházást, miközben miniszter úr arról beszél joggal, hogy hát a barnamezős beruházásokat kell itt erőltetni. Na de hát erről szó sincs. Ez az egész, ez mese, ez porhintés. Tehát nem ebbe az irányba mennek a dolgok. Ezek után nagyon nehéz azt mondani, hogy az előttünk fekvő 250 oldal amúgy az őszinteséget tükrözi, mert erről szó sincs. Köszönöm szépen. Szintén két perces hozzászólásra jelentkezett Apáti István képviselő úr, Mi Hazánk. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő társaim, feltétlenül reagálnom kell Varga Zoltán rendkívül súlyos verbális ámokfutására, amely egyébként a becsület csorbitására fokozottan alkalmas tényeket is tartalmazott. Nagy tanítómesterének, a gyakran mámoros hangulatban lévő Gyurcsány Ferencnek a egy korábbi, még miniszterelnökké tent felszólalásából szeretnék idézni, szó szerint válaszolni önnek, hogy a rajta kapott gyermek felháborodása érthető, ám de oktalan. Hát önök lebuktak, tisztelt képviselő úr, egy szóval sem cáfolta, lepacsisztak a Fidesszel, Debrecenben legalábbis, egyébként is az MSZ-ik nézőkre mind a ketten globalista pártok alapvetően, tehát végülis, ha választani kell, akkor mégis mindig a globalista érdeket választják. Sem iskolai végzettségben, sem semmi ilyen egyéb lényeges szempontból nem vagyok alávalóbb önöknél, önnél egészen biztos, hogy nem. És maradjunk annyiba, hogy az biztos, hogy szebb is vagyok, ezt nyugodtan áhúzhatjuk két vonalra, bár a csigától gyorsabban futni nem nehéz, e tekintetben ezt is hozzá kell tenni, és figyeljen csak, képviselő úr, amikor még a haverjaival, a kommunista, hazáruló haverjaival szivattyúzta a pénzt, én akkor is embereknek segítettem a keleti végeken, a köztisztviselői ranglétre legalsó fokáról elindulva, már rég akkor segítettem nekik, ami pedig a nácizást illeti, nem tudom, hogy önök itt a folyamatos mellébeszélés közepette, vagy ön például életében hány cigány embernek adott munkát, megélhetést és kenyeret, mert a mi családi gazdaságunk nagyon soknak ad, a mai napon is adott, és az elmúlt 15-20 évben is folyamatosan adott, úgyhogy ön, nekünk a cipőpucolónk sem lehet, mert meg sem engednénk, meg hál' Istennek rá sem vagyunk erre szorulva, úgyhogy arra kérem önt, hogy válogassanak a szavait, mert akár mondhatom ezt magamra, akár a Mi Hazánkra, mi pontosan annyira vagyunk nácik és szélsőségesek, mint amennyire önök becsületesek, rossz kommunisták.